Nincs szebb a hajnali horgászásnál. A csontig hatoló hideg, a mindent beborító köd, a mesébe illő fogás, és Harry Baxter társasága. Halljam, ki küldött ide? Higgy el, én csak Angliába szerettem volna menni. Nézd meg a címkét! Sosem járt el Angliába, mégis egy londoni szabó varta a kabátodat. Ajándékba kaptam. Lahorban. Hazudsz! Nézze, mindjárt nekünk jön. Ez megőrült. Nincs kivilágítva. Hová siethet ennyire? Dolgokat fog az ember. A horgászni megy Simon templárról. Az angyal. Roger Moore, Lang József. Az embercsempészek. Gyorsan, kifelé! Gyerünk, gyorsan, mozogjatok! Rosszul van, beteg! Megszakad érte a szívem, menjetek már! Majd a következő fordulóval. Ez a bűz kibírhatatlan. Nem tehetünk róla, rosszul voltunk. Persze, persze, tudom. Neked meg mi bajod? A lelki ismeret. Megöltél egy embert, Bonner. Nyugi, az ár elsodorja. Reggelre a csatorna közepén lesz. Vidd ki őket. Gyerünk, kifelé! Gyorsan, gyorsan! Mozogjatok! Egy mérföldnyire a parttól. Uh-huh. Nem ismerné fel a hajót? Ebben a ködben? 10 méteres volt, fehér. Több száz van belőle. A rendőrség írásos vallomást fog kérni. Értem. Menjünk, Harry. A jachtklubban leszünk. Ilyenkor jót tesz egy ital. Nekem is, de sajnos Harry nem él vele. Hogyan tovább? Hamis munkavállalási engedélyeket kaptak.
Gyerünk be ide! Talán nem tetszik? 200 fontért ennél több jár. Mi többet veszünk, ha elkapnak. Szállj már be! Titeket csak hazaküldenek, de minket börtönbe zárnak. Na, befelé! Mi már találkoztunk. Félek, hogy téved. Egy arcot sem felejtek el. Tudom, hogy találkoztunk. Szégyen lenne nem emlékezni rá. Maga Simon Templar. Igen. És maga? Laura Stevens. Sokat hallottam magáról. Azt mondják, hogy nagyon gazdag. Ó, az ellenségeink szívesen befeketítenek minket. A gazdagság nem vet rossz fényt az emberre. Sőt, a férfiakat vonzóvá teszi. Szavazd, Jack, végre. Mi az a buldog képű? Üdvözlöm önöket. Jó estét, kapitány. Jó estét. Ő Charles Bonner. Ismeri? Nagyon is. Igen, igen. Nagyon, bocsásson meg. Össze. Remélem, nem unatkoztál. Mr. Templar volt szíves és szóval tartott. Kint volt a tengeren? Hát persze, kötöttem ki. Nagy köd van a csatorna felett? Valószínű. A part mentén hajóztam. Fel éjszakra. Templar, maga halászott ki egy indiánt a tengerből? Megmentett valakit? Sajnos, már túl későn érkeztem. Ki volt az? Ó, valami indián. Sok baj van velük. Azt hiszik, hogy értenek a hajókhoz. Ezen nem segített volna, ha ért a hajókhoz. Két golyó volt a fejében. Csak nem. Mondd a háború, más nem is lehet. George, egy viszkit kérek. Már is adom. Látom, biztos bennem mi történt. Ismerem az indiánokat, még a háborúból. Melyik háborúból? A világháborúból. Tudja, amelyik már 25 éve véget ért. Szeretném már kirakni őket. Oda mehetsz, a saruk örülni fognak neked. Hey Roy, ezt nézd meg! Eltévedhettek az urak. Utaztak 5000 mérföldet. És mindezt a semmiért. A semmiért. Hallgass! Hallgass már, telefonálnunk kell. Menjünk! Azt mondtam, hogy szállítsd őket Londonba. A semmi közepén vagyunk, gyere értünk! Jól van, megyek, ahogy tudok. Londonba kell mennem. Most? Ahogy mondod. Jól van, hozom a táskámat. Ne fáradj! Tessék! Te nem jössz? De mennyire, hogy jövök? Mi más tehetnék? Itt maradsz éjszakára, majd érted jövök. Itt maradok? Egyedül? Majd találsz valakit. Mint mindig. Hát ide hallgass, Charlie. Nem, kedvesem. Nincs kedvem az ostoba locsogásodat hallgatni. Tedd, amit mondtam.
Fura egy népség. Úgy gondolja? Úgy értem, olyan mások. Persze, nincsenek előítéleteim. Nincsenek előítéletei? Bravo! Nekem vannak. Tessék? Az embercsempész angolokkal szemben, akik kihasználják a szerencsétleneket. Sőt, meg is ölik őket. Mr. Sen, bemutatom Mr. Simon Templart. Mr. Sen, a pakisztáni nagykövet. Örvendek. Üdvözlöm, Mr. Templar. A halott, akit ön megtalált, a munkatársam volt. Ismerte őt? Követségünk együttműködik az angolokkal, az illegális bevándorlás felszámolásában. A kollégámat nyilván leleplezték. Tudja, az embercsempészés nagy üzlet. Kikérdezzem őket? Legyen szíves. Bármérföldnyire találtunk rájuk. A sofőr és néhány társuk elmenekült. Bolo? Batao mujhe. Aur na yaar. Tum bolo. Bolo. Ji janab, hum Kale sahib pani ke jahaz se janab. Kaléból jöttek hajóval. Kik hozták őket ide? Angolok? Ye jahaz ka naam kya tha? Main nahi malum janab. Aur ye aadmi jo the angrez the? Angrez the janab, do log the janab. Inke naam kya the? Nahi malum janab. Chalo theek hai. Két férfi, angolok. Csak ennyit tudnak. Értse meg, Mr. Templar. Ezek az emberek most voltak először hajón. Féltek. Sötét volt. Semmit nem láttak. És a furgon? Lopott. Ellenőriztük. A londoni Stirling szállító vállalaté. De ezen a nyomon nem tudunk elindulni. Sok a lopott jármű. Majd találunk másik nyomot. De ehhez nem elég rémült menekülteket faggatni. Tudtad ennyire elszúrni? A pénzt megkaptad, nem? Akiket elfogtak, nem tudják, hogy hol van a londoni központunk. Nem, hála neked. Nem tehetek róla. Ide figyelj, semmit sem tudnak rólunk. Csak szabaduljunk meg ezektől. Akkor mire vársz? Gyorsan. Gyorsan a kocsiba. Gyertek, gyorsan. Mozgás. Hagyták. Amint látja. És hol a buldog képű? Londonban. Mit csinál? Honnan tudjam? Miből él? Charlie hajókat árul. Ha megvenné a Queen Mary-t, hívja Charles Bonnert. És maga mit csinál? Modell voltam. Táncos nő voltam. Egy férfi felesége voltam. És úgy tűnik, hogy elment az eszem. Ugyan. Hogy mondhat ilyet? Jobban érzi majd magát, ha iszik egy gint, és hazatér. Elvisz Londonba? A legnagyobb örömmel. Maga nem csak gazdag, hanem aranyos és kedves is. És nagyon kíváncsi Charles Bonner. Imádri! A munkavállalási engedély. Sok szerencsét. Köszönöm szépen, uram. Nagyon köszönöm. Van hová menned? Nem, uram. Nincs. Hát nektek? A húgom Londonban él. Az enyém meg Birminghamben. Jól van. Jackson? Igen? Vidd őket Mrs. Reynoldshoz. Jó. Várj csak, előbb fizetek. Folytatjuk? Majd megtudod. Visszavonulsz egy kicsit? Majd megtudod. Ez a tiéd. Ez meg Sammy. Add át neki reggel. Vidd Himadrit Mrs. Reynoldshoz. Rendben. Találkozunk. Le nem jössz. Igen, köszönöm szépen. Suresh? Himadri.
Imádri, tudni szeretném a címedet. Ha Londonba megyek, felkereslek. Camden Square 75. Lenne szíves leírni? Hálás lennék. Camden Square 75. Tessék. Köszönöm, nagyon köszönöm. Majd jelentkezem. Menjünk. Hé, várj csak. Ó, persze, köszönöm. Nekem legalább ennyi jár. £500. Ide hallgass, hogy... Elég türelmetlen. Majd megbeszéljük. De hát... Suresh Gupta. A munkához kell. Én diák vagyok. Tudom, de jobb a hivatalnok. Nagyon csinos. Ki hinné, hogy ilyen kifinomult az ízlésetek? Mit képzel? Ő a húgom. Jól van, na. Megyek már. Jó estét, Mrs. Reynolds. Csak egy? Igen, volt egy kis problémám. Milyen probléma? Semmi köze hozzá. Tud fizetni? Igen, asszonyom. Tudok fizetni. Heti 10 font. Előre. Hogyne, asszonyom, ez természetes. Kitűnő lakó. Majd jelentkezem. Jöjjön. Nem egy palota, de nem is lepra telep. Ó, tökéletes, asszonyom. Akkor fizessen. 10 font. 2. 2 hetet előre. Természetesen. 2 hét. Nem maradhatok tovább. Te a húgodhoz mész? Igen, itt lakik Londonban. Hogy jutsz Birminghambe? Vonattal. A Houston állomásról. 8-kor indul a vonat. Az állomásra hogy mész? Taxival. Taxival. Felvitte az Isten a dolgunkat. Ne lődörögjetek az utcán, nehogy igazoltassanak. Világos? Most már van útleveletek, munkavállalási engedélyetek, mehettek. Biztos, hogy jó vagy? Igen. Gyere. Hallgassám, Sodré. Gyere a húgomhoz. Nem, nem. Néhány óra múlva indul a vonatom. Az állomáson leszek. Ne aggódj. Több pénz jár nekem. Ne akar egyedül zsebre vágni mindenki. Őrület. Pénzért bármit megtennének. Megmondtam többet. Ezek tolvajok, Suresh. Akármit tesznek, ne csodálkozz. Gyere. Heti 15 ember, fejenként 200 fontot fizet. Te zsebre vágsz 2000-et, az én szememet pedig kiszúrod 500 fonttal. Tartsd meg a pénzedet! Vigyázz, ne légy túl mohó. Én szervezek mindent, és enyém a hajó. Igazságosan osztom el a pénzt. Ebben nem vagyok olyan biztos. Az a te bajod, Slater, de nem kapsz több pénzt. A történtek után nem is kell. 10-szer annyit kapsz, mint amennyiről álmodtál. És 20-szor annyit, amennyit érsz. Gyilkosságról nem volt szó. Azok ketten szörnyetegek. Rosszabbak. Gyilkosok. Láttam. A hajón? Igen. Az egyikünket megölték és vízbe dobták. Nem hagyhatjuk annyiban. Csodri! Talán a rendőrségre akarsz menni? Ha? Nem, igazad van. Rosszul érzed magad?
Kicsit lázas vagyok. Ha akarod, elkísérlek. Rendben? Ki tudom nyitni a számot? Tudok angolul. Majd azt mondom a taxisnak, hogy Houston állomásra kérem, és ott megkeresem a vonatomat. Nyugi, már nem vagyok gyerek. Már itt is van a buszod. Maga mit gondol? Szerintem gyanús a dolog. Egy másik nőnél van. Lehetséges, hiszen nagyon csúnyán bánt magával ott a jachtklubban. Félek, nem tiszteli önt eléggé. Nem tisztel. Egyáltalán nem tisztel. De rá fogok jönni, mit csinál. Igenis, rá fogok jönni. Mire fogsz rájönni? Mire fogsz rájönni, Laura? Hol voltál idáig? Végül is, jogom van tudni, ha Simon nem hoz haza, akkor még mindig a... Jó éjszakát, Mr. Templar. Köszönjük a látogatást. Ez nem csak baráti látogatás. Nem? Érdekel a hajója. A hajó? Igen. Maga hajókat árul, nem igaz? De, csak hogy már túl késő van üzletelni. Ó, csak ugyan. Erre nem gondoltam. Azt hittem, hogy eddig üzleti ügyben volt távol. Mi az ördögről beszél? Emberekről. Pakisztániakról. Nem értem. Mi a csodáról beszél? Az emigránsokat Kaléban egy hajó várja. Fejenként 200 fontot fizetnek, hogy Angliába hozzák őket. Tegyük fel, hogy 10 vannak, az 2000 font. Szép pénz. Maga részeg vagy megőrült. Tényleg? És mondja, miből tartja fenn ezt a lakást? Laura szerint még egy hajót sem adott el. Túl sokat fecsegsz. Drágám, én nem akartam... Törődj a magad dolgával. A világért sem kevernélek bajba. De Laura, már bajban van. És maga is bajban lesz, ha nem jön velem. Templár. Megkeserüli, hogyha még egyszer megismétli a vádakat. Inkább bebizonyítom őket. Jöjjön, Laura. Menjünk. Szállodába viszem. Az az érzésem... hogy a buldog most tombolni fog. El sem tudom hinni, hogy itt vagy. Olyan boldog vagyok. Azt hittem, csak jövőre kapsz engedélyt. Nem tudtam addig várni, kis húgom. Suresh. Megvan minden engedélyem. Letelepedési, munkavállalási, minden. Nyugodt lehetsz. Aggódnom kellene? Mondom, hogy nyugodt lehetsz. Te hazudsz. Ismerlek. A húgod vagyok. A papírjaid hamisok. Igazam van? Mália, nem vesztegethettem el még egy teljes évet. Mit akar itt? Maga Sam Barlow? Ki kérdezi? Tegnap volt egy kis gond ezzel a furgonnal Sussexben. Úgy van, ellopták.
És ha nem hiszem el? Az a maga dolga. A rendőrség elhiszi. Nekem azt mondták, hogy maga alkalmanként hajlandó elfogadni egy bizonyos összeget, amelyért ügyes embereknek kölcsön adja a vállalat furgonját. Mire céloz? A furgont itt hagyja, én elviszem, és a megbeszélt időpontra visszahozom. Tűnjön innen. Ha valami baj történne, azt mondja, ellopták. Azt mondtam, tűnjön el. Így szokták csinálni? Nem tudom, miről beszél. A rendőrség megállapította, hogy a furgont ellopták. Mennem kell. Ne siessen úgy. Mi az utolsó szám? 76.453 mérföld. Ami azt jelenti, hogy szombat estig a furgon 76.453 mérföldet tett meg. Így van? Igen. Most nézze meg az órát. 76.453 mérföld. És? De vasárnap a furgon Sussexben volt. Ellopták, mint mondta. Elromlott az óra a balesetben. 80 mérfölddel akkor is többet kellene mutasson az óra. Ennyire van tőlünk Sussex. Ezt nem értem. Dehogy is nem érti. Visszaállította az órát. Mint mindig, ha elvitték a kocsit. Semmit sem tudok róluk. Nekem semmi közöm hozzájuk. Ez így nem lesz jó. Szól a főnöknek? Ha csak nem gondolkodik. Erősen. Tudok egy címet. Shoreditch East Road 73. Nem lakik ott senki. Elhagyott ház. Köszönöm, Sam. Az a férfi magukról kérdezett. Kérem, nyugodjon meg. Nem kell félnie, nem vagyok rendőr. Azokat keresem, akik idehozták. Érti, amit mondok? Maga is a hajón volt? Igen. Birminghambe megyek. Kérem, segítsen. Indul a vonatom. Valakit megöltek a hajón? Igen. Ki tette? Nem láttam. Suresh látta. Én nem. Suresh tudja. Hol találom Suresht? A húgánál lakik. Gyönyörű lány. Fotomodell. Maga nagyon beteg. Elviszem orvoshoz. Nem. Nem kell orvos. Nem lesz semmi baj. Megígérem. Jöjjön. Mondja, ő a hajón volt. Adja ide a pisztolyt. Maga beteg. Orvosra van szüksége.
kellett volna mondanod, hogy megöltél valakit. Ez mindent megváltoztat. Halló, Slater? Van egy kis problémánk. Chaudhry visszament a házba, és... Chaudhry már halott. Nem maradt semmi nyom. Slater magához vette Chaudhry minden iratát. Várj csak! A címet megtalálta. Miféle címet? Himadri címét leírtam neki egy papírra. A zsebében volt. Himadri azonosítani tud mindannyiunkat. Valaki intézze el Himadrit. Én nem teszem. A golyó végzett vele. A himlőbe is belehalt volna. Ismert ezt az embert? Becsempészték az országba néhány társával együtt. Ők hol vannak? Elkapták őket, kivéve hármat, ő volt az egyik. Nem kaptak védőoltást. Biztos nem. Futótűzként fog terjedni közöttük a himlő. Muszáj megtalálnunk őket. Találtam valamit. Ez a cím a halott zsebéme volt, Cannon Square. A diplomatát lelőtték. A rendőrség keresi az ismeretlen hajó tulajdonosát. Szúrás is veszélyes. Nagy bajban vagyunk. Hol van Slater? Azt mondta, idejön.
Az, amelyik tegnap jött? Igen. Fönt van. Jöjjenek. A himlő már nem árthat neki. Velem nem mer ilyen hangon beszélni. Jó van, ne húzd fel magad. Szures látta, hogy megöltem valakit. Szemtanú, ezért templár keresi. Nekünk kell előbb megtalálnunk. Várjunk csak. Nem azt mondta, hogy a húga modell? És akkor mi van? Az van, hogy tudjuk a lány nevét. Gupta. Modell is van telefonja. Green, Grist, Ritson, ez az, Gupta. Nincs olyan sok belőle. Pár hívás is megvan. Mondd az első számot. Gupta A. A nemzetközi modellügynökségtől beszélek. Miss Guptát keresem. Gupta. Nem, Gupta. G-U-P-T-A. Igen, Gupta. Következő. 267-61-23, Gupta L. Jó, nyald meg az ajkadat. Ez az. Gyönyörű. A karadat, drágám. Remek. Tökéletes. Most a hátadat. Elnézést a zavarásért, a hölgy Miss Gupta? Igen. Sürgősen beszélnem kell vele. Pillanat. A magáé. Elnézést, hogy így magára törtem, de meg kell találnom a bátyját. A bátyámat? Ne fotózzon, ez az oldalam nem előnyös. Köszönöm. Minden tudok, a bátyja tegnap jött. Ki maga? Simon Templar. Ön téved, Mr. Templar. A bátyám Lahorban van. Sok van még? Úgy... 9. Halló? Itt a Nemzetközi Modellügynökség. Miss Guptát keresem. Sajnos most nem tudom adni. Dolgozik. Fotózásom van. Megvan. Mi volt az utolsó cím? Stanmore Road 23. Gyerünk. Lora, drágám, gyere ki! Csak a ruháimért jöttem. Charlie? Mi hallgatott minket? Nem fogok beszélni. Ebben biztos vagyok. A hajóra viszem, ott nem okozhat bajt. Miss Gupta, higgy el, amit mondok, az igaz. A bátyja egy Chaudhry nevű férfival együtt érkezett Angliába. Ez a férfi himlős volt. Ha Suresh elkapta tőle, akkor bele is halhat. Higgyen nekem. Kérem. Jöjjön velem. Ki az?
A barátaid a hajón. Mit akarnak? Volt egy kis komplikáció, engedj be. Velünk kell jönned. Miért? Mit csináltam? Semmit. És már nem is fogsz. Indulj. A rendőrséget. Figyelj, azok, akik idehoztak, meg akarnak ölni. Most hol vagy? Itt vagyok egy rozstelepen, a... Halló! 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 Meg fogják ölni. Mondta, hol van? Egy roncsterepen. Van itt roncsterep? Igen, egész közel. Miért? Majd út közben elmondom. Innen telefonálhatott. Jöjjön. Hívja a rendőrséget. Itt várjon meg. Eddig ketten voltak. Most már csak az az egy van. Menjen a telefonfülkéhez. Mália mindent elmond. Menjen, fedezem!
A világháborúnak vége. Azt kellett volna csinálni, amit én az elsővel. Jól fejbe vágni. Az használt. Mikor rám támadtak. Suresh! Tudja, én elég ritkán iszom. Laura, mehetünk horgászni? Nem is tudom, nincs kedvem Charlie hajójával. Ne aggódjon, jöjjön. Ahol Charles Bonner van, ott nincs szükség hajóra. Jön, Harry? Köszönöm, nem. Viszlát. Az ember nem tudja, mit fog. A horgászni megy Simon templára. Magyar hangok. Láng József, Festbaum Béla, Áron László, Maróti Gábor, Szuhai Balázs. Magyar szöveg Jó Eszter. Hangmérnök Miklós Miklós. Rendezőasszisztens Farkas Gábor. Vágó Kern Mária. Gyártásvezető Magyar Gergely. Szinkronrendező Rehorovszki Béla. A szinkron a Videobox stúdióban készült.